A Puskás Hírmondót látják, köszöntöm Önöket! Hiába a jó kezdés, NB1-es együttesünk 8 fordulót követően ismét vesztesen hagyta el a pályát a bajnokságban. A MOL Fehérvár 4-1-re győzött a Pancsó Arénában. Gyurcsó, jön mellette Nagy. Most őt választja, nem a legpontosabb, de a beadás megtörténik. Lendületből gól! Nagyon szép beadás, és a 24. perc végén Slakfer góljával vezet a Puskás Akadémia. A beadás tökéletes, és lendületből érkezik Slakfer. Kovácsiknak pedig esélyesen volt. Ez egy tökéletes lövés, be a bal alsóba nagy erővel. 1-0. Nikolicstól elpattan, aztán Nikolic először visszaszerzi, majd szabálytalan. Gyorsan is végezték a szabadrugást. Gyurcsó. Pősek van mellette, kapja. De ez Kovácsiké! Bravúra volt azonban szüksége Kovácsik Ádámnak. Pősek beadása. Picit ez levágódik Fioláról is talán. A lecsúszott beadás, de nagy bravúra volt szüksége. Slakfer vissza. Esélyesen volt Pátkainak. Slakfer pedig megy tovább. Nincs les. Slakfer kapja vissza, az megint helyzet. Elrúgja mellé! Ott lehetett volna a dupla a hollandtól. Nincs les. Pősek teszi vissza, és éppen csak de elkerüli a jobb alsót a lövés. Ha egy pici külsőt tesz bele. Lehet akár lőni is ugyanakkor. Jön is a lövés! Nem kellett Kovácsiknak beleérnie. Minden esetre Fanni volt az, aki megint csak bemutatta azt, hogy erőben nincs hiány nála. Kovács. Az jól ad a Petriáknak. Funszó kérni. Funszó az övé! Gól! 5 perc telik el a második fél időből. Remek, ahogy szökteti Petriákot. Kovács. Slakfer mit csinál? Óriási hiba! Petriák gól! Slakfer, aki vezetést szerzett a felcsútiaknak, ki tudja, mit csinált, ki tudja, mire várt. Labdát szerez Uri. Létszámfölényben a Fehérváriak. Petriák ott van mellette. Petriák kapja az újabb helyzet. Petriák hegedűs véd, de Nikolic berúgja! Lesről szó sem lehet, és hiába véd hegedűs, nem tudnak felszabadítani. 3-1-es fehérvári vezetésnél Uri végezhet el szabadrugást. Ott a fejes, a felső lécről kijön, de hiába! Stopira! 4-1! A felső lécről kijön, és mintha így lett volna megkomponálva. Sima győzelemmel kezdte a tavaszi idényt az NB3-as csapat. Szélesi Zoltán együttesen 4-0-ra győzte le a Nagykanizsát, ezzel fellépett a tabella 10. helyére. Pap kapja a labdát, mármint Pap Milán, Pap Lászlóhoz. Picit pontatlan a labda átvétel, de aztán Pap Lászlónak szerencséje is van. Ez pedig így egy óriási helyzet, és megvan a vezetés! Gorbu Máriusz a 12. percben megszerzi a vezetést, 1-0 a hazai csapat javára. Szép kiugratás volt, a két Pap, ugye Pap Milán és Pap László játszottak elsőre össze. Fölhívta magára a figyelmet. Ott volt egyébként az imént éppen labdát kapó Komáromi, aki a kapufát találja el, Pap 2-0. Szóval azt akartam mondani, hogy Komáromi ott volt tegnap az első csapat keretében, de nem lépett pályára, és most gyakorlatilag, hát nem telik el 3 perc a második félidőből, a 48-ban járunk, amikor eltalálja a kapufát, Pap László pedig 2-re növeli az előnyünket. 2-0 a mérkőzés állás. Gambajár, 1-1-ben nincs les, az asszisztens nem mutatott semmit, középen jön magasföldi, Gambajár helyzetben gól, 3-0! A rövidre, Gambolt Gambajár, még egy nagyszerű csere! 64. perc a mérkőzésen, 3-0, így most már a találkozó állása. Szélesi Zoltán nagyon jó érzékkel nyúlt bele. Nagyon úgy tűnik, hogy mi is cserélünk majd, hiszen elindult minden cserejátékosunk, akik melegítettek vissza. Azt feltételező, hogy Szélesi Zoltán
kihasználja a harmadik és utolsó csere lehetőségét. Egyelőre viszont nem látom, hogy ki lesz az. Azt viszont igen, hogy Gambolt Gambajár lövő helyzetben volt. Ez viszont így egy nagyon nagy lehetőség. Magasföldi gól, 4-0! Magasföldi is betalál, beállítva ezzel a szezon csúcsot, a Balaton elleni hazai győzelmet. 4-0, Magasföldi a gólszerző. Ez így most már kiütés a javából. 78. perc. Azok után, hogy duplázott a Rév Komárom elleni utolsó felkészülési mérkőzésen, betalál az első tavaszi bajnokin, 4-0. U17-es csapatunk is győzött, méghozzá 2-0-ra a Győr ellen. Ezzel sorozatban a hatodik győzelmüket húzták be Gruber Zsomborék. Ez a 22 fiatal ember próbálja meg megszerezni a három pontot. Már is egy jó indítás, nincs les. Gruber, ez magas. A túloldalon begyűjti még a csapattárs. Középre játsza. Ott van! Ó, és gól! Gól! Már az első pillanatban megvan az előny. Gruber Zsombor találatával a második percben megszerezzük a vezetést. Álomszerű kezdés. Gruber. Gruber! Megveri az emberét. Gruber! Ó, mi maradt ki! Kocsis, eddig jó az összjáték. Gruber lőtte bele az emberbe. Rabi, ez szép volt. Kocsis, ott van még a labda, lőjük el! Bele a védőbe. Rabi, Gruber. Gyönyörű a váltás, Lőrinc. Odaért még egy láb. Gruber, gazdag, beadja, ezt is kibólintották a védők, de szín egyből tüzel, még nála a labda. Szép védés mutatott be a győri hálóőr. A kipattanó Gruberé újra próbálkozhat, ezúttal jobban sikerült a beadás. Orbanyov, Sós, szín, ez jó! Gruber góljával 2-0-ra vezetünk. Ezzel eldőlt a három pont, és sikerül visszavágni a Győrnek. Korán gólt tudtam szerezni, és ezután a játékunk egy kicsit visszaállt, de a második fél időben bekezdtünk az ötödik perctől, és onnan pedig megint visszaesett a játékunk, és a végén tudtam még egy gólt szerezni. Szerintem most azért látszott a csapaton, hogy egy kicsit fáradt a múlt heti két mérkőzés miatt, de szerintem örülünk ennek is, hogy 4-ből 4. Úgy érzem, hogy most így a második fél évre sikerült a játékot is megszoknom, és sikerült nagyon beilleszkednem, és ennek nagyon örülök. Lássuk a többi eredményt a hétvégéről. A tabellán második U17-esek meccsét lemásolta az U16-os együttes, legalábbis az eredmény tekintetében. Az a mérkőzés is 2-0 lett. Ez volt Székely Gábor csapatának 10. győzelme a bajnokságban. Pillanatnyilag a harmadik helyen áll ez a korosztály. Az U15-ösök és az U14-esek is hazahozták a három pontot Pécsről. Kádár László csapata 10 gólt szerzett, és továbbra is vezeti a tabellát. Az U15-ösök gólkülönbségük miatt jelenleg másodikak. U19-es csapatunk kikapott Szombathelyen, az U16-os lányok viszont győzelemmel köszöntötték a tavaszt. Megnyerték a 12. meccsüket is. Kedves nézőink, ez volt a Puskás Hírmondó, köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!